Na szevasztok, kedves nézőim, újra itt vagyok ismét a Pilzeni Sörgyárból, ez pedig az ötödik része a gyárlátogatásnak. Ugye már egy szinten most feljebb jöttünk, ahogy mondtam. Úgyhogy itt vagyunk benn magában az üzemben. Ugye elég nagy zaj van és nagyon-nagyon meleg. Nézzétek meg, mutatom a dolgokat. Menjünk egy kicsit beljebb. Ha jól sejtem, ez egy üvegmosógépezet, ez fertőtlenítő, és a úriember, ami nem megfelelően van benne a gépben, azokat megigazítja. Hát így jártak, hogy ilyen rosszabb a közöket. Nézzétek, hogy mennek végig az üvegek. Az üres üvegek mennek tovább, hogy már még sokat jöttünk, nézzétek meg. Van egy kis üvegszünetel, amelyik megad tovább. Tehát itt már másfajta színüvegek vannak. Ameddig a szem ellát mindenféle üvegek vannak, tartályok. És azt hiszem, hogy elég kevés munkás lehet, hogy nagyon automatizálva van itt a rendszer az üzemben. Látjátok, egy fényképezőgép nézi át az üveget. Megfelelően nem is látom minden részben, van-e benne, úgy mondom, hogy még nincs benne semmi sör. Hopp, egy kis csörömpölés, hullanak a üvegek. Szívesen. Kis munkavédelmi tárgyba. Nagyon gyorsan mennek üvegek. Hullanak lefele közben. És megállt valamilyen sor. Nézze meg, tömételen mennyiségű. De jól látom, azokban már sör van. Így van. Közben lévő szalagon már megvan telve az üvegek sörrel. És amik a távolabb vannak, azok még ugye. Nem, abban is már van, ha jól nézem. Mondjuk szóri ezért, kedves nézőm, eléggé rosszul lehet minden pontról látni. De ott hátul, amiről ezt kivett a felvétel, ott már a készlet csomagos sörök mennek körbe. Iszonyatos mennyiségbe és sebességbe. Menjünk tovább. Nézzük, itt is rengeteg üveg található lent. Szeretős mennyiségű cső, tartályok, tömkelegen, mindenféle, mert a szem ellát. Nézzétek meg.
ezeket az üvegek, látjátok, azokban, ha jól nézem, fel is vannak címkézve, és le is van szólva, és itt már nagyon finomsor illat terjen. Látok fel, és ha megnéztek a túlózat, látjátok, hogy miket gyártanak. Pilsner Ulfer, ugye, Van Brinus, Masternak a Manly sörét, ugye a lent látható térkét még egyszer. Nézzétek meg, ugye így néz ki belülről. Birensőrt is ők gyártják, Radagastot és ott hátul a Kozel figyelhető meg. A tartály működik, ugye nagyon nem látni, de semmit a tetejében van, csak van egy létra. Egy kis vezérlés van ott lent. És lent szintén mennek a sorok teljes gázzal. Nézzétek meg. És látják, ott lent a kész pizmerókkel. Üvegben száll, lehet, nem tudom, mennyire látszik. Iszonyatos mennyiséget gyártnak, mint látjátok. Menjünk egy kicsit beljebb. Nézzétek meg, hatalmas tartályok. Végig mindenfelé, ameddig a szem ellát. És ott föllátszanak a Pilsner Urquellnek a domozos változatai. Itt a gyárnak a tetején nyugodtan kijelenthetjük, ott mennek körbe-körbe karikába. Most van már benne sörve, csak az üres doboz még azt innen nem tudom eldönteni, és nem is látom rendesen, kedves nézőim. Nézzétek meg. Ez volt tehát a mai műsor, visszafordulok a gyár felé, az 5. része a Pilsner sültulának. Ne felejtjétek, kedves nézőim, sörre fel, hisz indi kell! Szevasztok, legközelebb újra jövök!